óriási, fantasztikus régi autócsodákat is meg lehet csodálni Budapesten, hogy hol már is kiderül. Egy biztos, hogy olyan autócsoda is látható, amelyből csupán egy van a világon, illetve a legendás T-modellt is meg lehet nézni. Azzal a célon indítottuk ezt az egész múzeumot, hogy egy kicsit kulturálisan is adjunk egy központot Budapesten az autóvilágnak. Itt jelenleg több mint 45 autó található, folyamatosan több mint 20 motor látható. Tematikusan váltogatjuk a múzeumnak a kiállított darabjainak több mint a felét, vagyis több mint 20 autót legalább 3 havonta vagy 4 havonta cserélgetjük. Jelenleg amúgy a német tematikában láthatjátok az autókat, és remélhetőleg a következő egy hónapban japánokra és ázsiai autókra fogjuk ezeket cserélni. A kiállítás egyik különlegessége, hogy minden hónapban meghirdetik a hónap autóját. Ebben a hónapban erre a DKV F7-esre esett a választás, és nem csak meg lehet csodálni, hanem akár bele is lehet ülni. Egyetlen egy kritérium van, nyomkodni nem szabad, a kormányt lehet egyedül tekergetni. A múzeumot 3 részre osztották fel a kiállítók, az első teremben a kis autók és a motorok láthatóak, a második teremben az éppen aktuális tematika szerint kiállított járműveket lehet megtekinteni, míg a harmadik teremben a legrégebbi, háború előtti gépjárműveket csodálhatják meg a látogatók. Az összes teremben vannak olyan darabok, ahol megállnak az emberek is, így csodálkoznak, hogy úristen, még ilyet lehet látni, ebben az állapotban lehet látni, és itt Magyarországon lehet ilyeneket látni. Így az első teremben, inkább a motoroknál, így a Pannoniáknál, meg a Danubiáknál szokták megállni az emberek, hogy úristen, a családomban volt ilyen, ilyen állapotban még van ilyen, meg hogy egyetlen léteznek még ilyenek, így nem használták őket a földig. De ez a 6 méter hosszú Phantom 2-es mellett is sokan elidőznek, ráadásul az Indiana Jones sorozatból is ismerős lehet ez a ritka darab. A Rolls-Royce Phantom 2-esnél szokott megállni, csodálkozó, hogy ekkora autót is gyártottak annól, mivel ez 6 méter 20 centi hosszú, ez egy külön egyedi megrendelésre került igazából létrehozása. 27-ben adta le a rendelést egy rotterdami gyémánt ékszerész, aki 1929-ben kapta meg az autót 3 egyedi rendelési igénnyel. Az első extra az a 6 méteres hossza a járműnek, a második, hogy az akkor kapható, legnagyobb pékkel szerelték fel, hogy meg is lehessen állítani ezt a monstrumot, a harmadik extra pedig a repülőgépeknél is használt mágneses gyújtás volt. De talán még nem is ez az óriás a múzeum legérdekesebb darabja. A legidősebb kiállított jármű egy 110 éves skiflabordet, melyhez hasonló autó volt az 1912-ben elsüllyedt Titanic által szállított egyetlen négykerekű jármű is. A Labordet család készítette hozzá a karosszériát, maga az alváz amúgy kőr is és mahagóni fából készült, tehát úgy lett összeszegecselve, ezt megkapta a Labordet család Franciaországban. Henri Labordet, az apuka, aki elkezdte ezt a céget vezetni, ő csinálta személyesen ezt a karosszériát. Igazából a család hajó gyártással foglalkozott korábban, ezért is látszódik ez a kialakítása az autónak, és külön megrendelésre csinálta karosszériákat a BMW-nek, a Bugatti-nak, a Renault-nak, mint láthatjátok, és egyéb más márkáknak is. Tehát itt tényleg egy ismert coachbuilder volt akkor a 10-es, 20-as és a 30-as években a Labordet család. A mai modern autókhoz képest rengeteg érdekesség található meg ebben az 1914-es járgányban. Többek között 5 pedállal rendelkezik, a gázpedál nem a megszokott helyen jobb lábnál, hanem középen helyezkedik el, a hűtőrács a motor mögött kapott helyet, a gépjármű alapjárata a kormányon állítható, valamint hátul egy harmadik ülés is megtalálható. Ez a Ford T-modell, amit itt láthatok mögöttem, ez igazából azért is különleges, mert nem csak simán ipari használatra volt használva, hanem ez jeget szállított Amerikába, tehát hogyha a 6-os számot hívták, akkor ez hordta a jeget, kórházakba, gazdag embereknek a házába, úgyhogy ez alapozta meg tényleg így a Fordnak a márkáját. De az sem elhanyagolható tény a T-modellel kapcsolatban, hogy a magyar származású Galamb József alkotta meg. A szakemberek egyöntetően egy korszakalkotó mesterműnek tartják, ami az autóipar egyik alapkövévé vált. Sajnos, mivel sokan nem tudják, a magyar autógyártáshoz, meg a világ autógyártásához nagyon sokan hozzájárultak, hogy a magyar származású emberek, mint Barényi, Csonka, János Viktor, Galamb József, így általánosan nagyon-nagyon sokat hozzátettek az autóiparhoz így világi szinten. Ezért csináltuk ezt a külön szekciót, ezt az oktatóközpontot itt a múzeumon belül. A kiállítás célja nem csak az oldtimer autók bemutatása, hanem a fiatalok edukálása is. Az elmúlt fél évben több mint 1000 diákot láttak vendégül a múzeumban, ahol az autóipar legnagyobb magyarjait ismerhetik meg a gyerekek.